Már festik az útburkolati jeleket az északi elkerülő út autópálya előtti csomópontjánál. Az itt található körforgalom a Máriahegyi utat köti össze az északi elkerülő úttal. Az építkezés az autópálya lehajtónál is megfelelő ütemben halad. Televízión kérdésére, hogy mikor készülhet el az utolsó szakasz, és azt mikor vehetik használatba az autósok, a kivitelező NIF ZRT a következő választ adta. A 445-ös számú főút Kecskemét elkerülő elnevezésű projektnél a főpálya a kopó réteg építése lezárult. A befejező munkák vannak hátra, patka és rézső rendezés, burkolati jelfestés, korláttelepítés, zajvédő falépítés. A forgalomba helyezés a sikeres műszaki átadás átviteli eljárás lezárása után 2018. decemberre várható. Ez azt jelenti, hogy a 2019-es új év valószínűleg egy új elkerülő szakaszt is hoz Kecskemétnek.